Hátra szlalomba is simán kikerüli a bolyákat Kovács István, a paksi hivatásos tűzoltó parancsnokságnál szolgálatot teljesítő lánglovag. Nemrég az is kiderült, hogy ő Magyarország második legügyesebb tűzoltó autósofőrje, hiszen ezüstérmet szerzett a 13. országos tűzoltó szakmai vetélkedőn. Volt egy vezetéstechnikai pálya, azon kellett végigmenni, ez tökölön volt. Utána pedig vissza kellett menni 100 halombattára, és ott pedig volt a csoportos feladat. Utána a következő nap volt egyéni a beosztottaknak, az irányítóknak és a gépjárművezetőknek egyéni teszt feladat volt. És akkor az ilyen elmélet. És akkor ezt összeadták, és így lettem második, mint gépjárművezető egyéni. Hozzátette azt is, nem akart ő ezzel bizonyítani semmit, egyszerűen csak gyakorlásnak fogta fel az egészet, és mellette még jó társaságban is volt. Istvánnak nem ez volt az első versenye. Voltam, azt hiszem 2017-ben voltam országoson, csak akkor nem mint hivatásos, hanem Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel voltam, és ott a nem hivatásos kategóriában pedig harmadik helyezett lettem. Az országos szakmai versenyt 2 évente rendezik meg. Kovács István célja az, hogy 2024-ben aranyéremmel térjen vissza a paksi laktanyába.